Kedves barátaim, jó estét kívánok! 8-at ütött már az óra, vár bennetek, tehát óra, a Megyeri Jonatán vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Egyelőre még teljesen egyedül vagyok, de nem baj. Vasárnap este van, különleges helyszínről jelentkezem be, nem az otthonomból, hanem egy barátom otthon. Már nem vagyok egyedül, jó estét kívánok Majoros Timinek, szeretettel üdvözlöm Friderikát, szeretettel üdvözlöm, már több mint 10-en vagyunk, jó estét kívánok Lohár Laci barátomnak, természetesen jó estét kívánok Dávidnak. Dávid barátomnak szeretettel üdvözlöm Máté Lalát, aki most nem elsőként érkezett, de nem baj, mert az elsők között. Szeretettel üdvözlöm továbbá Zsókát, Zoltán, Pétert. Jó estét kívánok, már több mint 40-en vagyunk. Jó estét kívánok Angélának. Nem vagyok egyedül, különleges helyszínről jelentkezem. Smulik Ojrechman barátoméknál vagyunk, aki a születésnapját ünnepli ma. És jó estét kívánok Évának, Ráhelnek, szeretettel üdvözlöm. És itt van az én fiam is, nézd meg. Megyeri Simon. Hello Simon, say something. Hello. Okay. Hello. Timmy. Jó estét kívánok, szóval egy különleges helyszínről jelentkezem be. Megmondom őszintén, hogy ez ma egy rendhagyó tanulás lesz. Nem pedig, hát szóval nem értünk haza 8 órára. Na, ez az a nagy igazság. Úgyhogy ezért most a barátoméknál fogunk maradunk. Itt van Simon, you say hello, you say something. Hello. Throw a kissy. How do you throw a kiss? És akkor dob egy puszit is. Jaj, de you're so nice. Thank you very much. You're so nice. He's throwing kisses. Okay. No, most már jó estét kívánok Gágy Gyurinak, szeretett üdvözlöm Richardot. Okay, azért valami kis tanulás is hangozzon el, mert a mai hájjomjom szakaszt el fogom mondani, de a Rebe a következőt ki fogom tenni a Facebook oldalra, majd hogyha egyszer számítógéphez jutok, de addig is annyit hagyd mondjak el, hogy a Rebe a következő dologról beszél most, a mai hájjomjomban, a napi Hasid gondolatban a következő dologról beszél a Rebe. Azt mondja a Rebe, hogy a Mitzráim szó, héberül úgy mondják az Egyiptomot, hogy Mitzráim, a Mitzráim szó, annak az eredete, az abból a szóból származik, hogy Mitzár, azaz összeszűkülés, leszűkítés, szorítás. Talán ez a legjobb szó, szorítás. Mitzráim azt jelenti szorítás. És hogyha, mint hogyha amikor az embert folytogatják, szorítják a nyakát. És hogyha amikor a zsidó nép kiszabadult Egyiptomból, akkor tulajdonképpen az történt, hogy abból a szorításból, abból a spirituális szorításból, amellyel az egyiptomiak szorították őket, kiszabadultak Isten segítségével. És ami tulajdonképpen ugye annyit jelent, hogy amikor az ember, hogy amikor a zsidó nép kiszabadult Egyiptomból, akkor nem csak a zsidó nép szabadult ki Egyiptomból, hanem mi magunk is kiszabadulhatunk a saját szorításunkból, a saját feszülésünkből, a saját korlátaink közül. Tóra tanulással, Isten szolgálattal, imádkozással tudunk kilépni a bennünket szorító, kötelékekből, vagy határokból. Ugye az emberben lakozó isteni lélek a szabad. Nem korlátozhatja semmi. A fizikai világ korlátoz bennünket, de az a lényeg az Isten szolgálatnak, hogy az ember kilépjen ebből a fizikai szorításból, kilépjen ebből a fizikai korlátozásból. Úgyhogy elnézést kérek, hogy ma nem tudtam, ez lett volna a mai hájjomjom tanulás, ki fogom tenni természetesen a szöveget este, hogyha számítógép előtt leszek. Bocsánat, hogy nem tudtam most válaszolni a kérdésekre, viszont cserébe itt van a legjobb barátom, Smulik Ojrechman, aki fog mondani, na nem, ez így. Biztos mond valami nagyon helyes, egy valami brochét, valami áldást, valami szép. Smuliknak születésnapja van, azt nem mondom el, hogy hanyadik születésnap. Okay, elmondom, akkor 38. születésnapja van Smulik barátomnak. Lechaim. És akinek születésnapja van, annak van egy különleges energiája, egy különleges ereje, hogy megáldjon másokat. Az ember születésének a napja, azt magyarázza Rebbe, az ember születésének a napja az a nap, amikor Isten úgy döntött, hogy nem tud a teremtés tovább létezni nélküled. Szóval különleges ember vagy ezen a különleges napon. Smulik inkább héberül beszél jól, és akkor majd én fordítom neki. Ulai tagit kama milim, kama brachot, milé brachot, lekola mazinim. Lechaim, lekulam. Egészségre mindenkinek, az életre. כמו שג'וני אמר על היום יום של היום. Amit mondtam az előbb a Rebinek a tanításról, ha jom-jomból Mitzrayim, a Mitzrayim, Mitzrayim, az Egyiptom a kötöttség. Lecet me a Mitzar. Ahhoz, hogy az ember kilépjen a kötöttségekből.
מיצר זה גם המיצר של כל אחד הפרטי. A kötöttség, a kötöttség az mindenkire személyesen, az mindenkire... Az mindenkire személyesen is vonatkozik, nem csak a zsidó nép egyiptomi kötöttségeire. A születésnapján szeretne megáldani mindenkit, mindannyiunkat. Hogy mindannyian lépjünk ki a személyes kötöttségeinkből, a személyes korlátainkból, a személyes szorításainkból. Mikor a dvarim sem megbilim otánu. Mindazok a dolgok, amelyek bennünket korlátoznak, amelyek bennünket lekötnek. Mindenkinek megvannak a maga problémái és a maga személyiségbeli nehézségei. Korlátok, amelyek megkötik az embert a munkájában, megkötik az embert a házasságában, a családi kapcsolatokban, a barátságban. Megáld mindenkit, Smulik barátom, hogy vegyünk erőt saját magunkon. הכוח שלנו זה הכוח הכי גדול בשביל להצליח, וחלילה גם יכול להיות הכוח ההפוך. A bennünk lévő erő az a legnagyobb erő, és tudjuk jóra fordítani, és sajnos tudjuk rosszra is. אז אני מאחל לי, שנה זה. Azért megállt bennünket, hogy ez az év legyen. ומאחל לכולנו, שנצליח להיות אחרים, להיות טובים יותר. Hogy mindannyian képesek legyünk mások lenni, jobbak lenni a jelenlegi önmagunknál. שנמצא את החיסון שמתאים לבעיות שלנו ולבוסים שלנו. És találjuk meg a megoldást a problémáinkra, a bajainkra. אוהב אתכם. כיף להיות בונגריה. Szeretünk Magyarországon lenni. Lechaim, jó egészséget. Köszönöm szépen, hogy ma este itt voltatok, ma egy ilyen kicsit rövidebb, ödön szépen oroszul is írt. Ma egy kicsit rövidebb volt ez a tanulás, de holnap este 8-kor várlak benneteket, és természetesen a holnapesti, vagy a holnapi hajomjomot is át fogjuk tekinteni, csak úgy, mint a péntekit, a szombatit, és egy kicsit persze a mairól is beszélgetünk. Szép jó estét kívánok továbbiabban mindenkinek, lechaim, egészségetekre, jó egészséget mindenkinek, holnap este találkozunk.